próbálunk vizet forszívózni, idézőjelben. A vizet egy kicsit megszíneztük, csak azért, hogy látható legyen a jelenség jobban. Egy tálcára öntünk belőle, és a vízben ráteszünk egy gyertyamécsest, amiben van egy kis picike gyertya, amit meg fogunk gyújtani. És a következőt fogjuk tenni. Erre a gyertyára rá fogok borítani egy kis üveget. Ugye ebben az üvegben levegő van. A gyertya szépen addig fog ebben az üvegben égni, míg az oxigént el nem használja. Ugye nyilván az égésnek ez az egyik feltétele, a legfontosabb feltétele, hogyha az oxigént elhasználja, akkor tudjuk jól, hogy a gyertya elalszik. És közben nézzük meg, míg a gyertya elalszik, mi történik. Hát a gyertya elaludt, és akkor láttuk, hogy mi történik. Valóban porszívózott, beszívta a tálcából a folyadéknak egy jó részét, hogyha kevesebbet öntöttem volna bele, akkor majd az egészet fel tudta volna szívni. És akkor még egy tapasztalatot látunk, hogy egy picit elhomályosodott az üvegnek a fala. Ugye itt a kísérlet során az történt, amit már ugye a részben elmondtam, a gyertya lángja elhasználta az oxigént. Az oxigén hiányzik gyakorlatilag ebből a üvegből. Ez azt jelenti, hogy a benne lévő nyomás, mivel a gáz egy részét elhasználtuk, lecsökkent. Tehát kisebb a nyomás, mint kívül a levegőben. Ez azt jelenti, hogy a levegő, ami rámehezedik erre a folyadékra, az a kisebb nyomás ellenében a vizet bepréseli ebbe az üvegbe, azért szívódott fel. A párásodásnak az oka pedig kémiában majd fogjátok tanulni, az égés legtöbbször úgy végződik, hogy széndioxid és víz keletkezik, vízgőz keletkezik, ami lecsapódott az üvegnek a falán. Hát ezt a kísérletet otthon bárki bármikor meg tudja mutatni egy jó vasárnapi ebéd után. Jó? Másik kísérletünk. A másik kísérletünkben, ami szintén otthon elvégezhető, egy kólás dobozt fogunk összepréselni, összenyomni a légnyomásnak a segítségével a következő módon. Ezt a kólás dobozt egy picit meg fogjuk tölteni forró vízzel. A forró víznek azért van jelentősége, mert keveset szeretnénk várni, amúgy hideg vízzel is meg lehet csinálni, csak akkor több időre van szükség, mert ez nem rég forrásban lévő víz volt, nem kell belőle sokat önteni, csak egy keveset, és akkor visszamelegítjük egy borszeszégőnek a segítségével. Akkor látjuk, hogy visszamelegedett ez a víz, amikor a doboznak a tetején látjuk a vízgőzt elpillanni. Ugye már akinek jó a szeme, az már látja, hogy gyakorlatilag elkezdett ez a vízgőz hírlani ebből a dobozból. És hát ugye ez a következőt jelenti. Ugye ebben a dobozban először, amikor vizet öntöttem bele, semmi nem volt, csak levegő. Belekerült a víz, amit elkezdünk újra forralni. Ez azt jelenti, hogy a víz, vízgőz keletkezik a vízből. Ez a vízgőz kiszorítja a levegőt a dobozból, tehát ahogy for el ez a víz, ez kinyomja a levegőt, és gyakorlatilag vízgőz tölti ki egy idő után a teljes dobozt. És akkor nekünk csak annyi dolgunk van, hogy amikor már úgy gondoljuk, hogy valóban teli vízgőzzel ez a doboz, akkor bele fogjuk fordítani a szájával lefelé, csak egy picit, nem kell belenyomni, csak egy picit ebbe a hidegvizes fürdőbe. És akkor, ha szerencsénk van, meglátjuk, hogy mire képes a légnyomás. Hát azt hiszem, hogy mindenki hallotta és mindenki látta, hogy
mire képes a légnyomás, de hogyan képes erre a légnyomás, mikor azelőtt nem roppantotta össze a doboz, most meg igen. A magyarázat abban található, hogy a vízgőz, ami kitöltötte ezt a dobozt, hogyha hideg közegbe kerül, akkor ugye újra lecsapódik, és víz lesz belőle. Tehát amikor én levettem ezt a dobozt, beletettem a hideg vízbe, akkor ez a dobozban lévő vízgőz lecsapódott, tehát megszűnt belül a légnemű anyag, nem maradt nyomás. Ha nem marad nyomás, és a külső légnyomás ránehezedik valamire, az így jár. Tehát ezt a külső levegő roppantotta össze, ezt a dobozt ilyen egyszerűen.